Ha tél, akkor Magyarországon a disznóvágások időszakát éljük. Nem telik el úgy hétvége, hogy valamelyik vidéki házban ne gyűlne össze a család és a barátok, hogy elkészítsék télire a töltött ételeket. Majoson ennek az időszaknak a hangulatát idézték meg az első kolbásztöltő fesztivállal. Szóltak nekünk, hogy a Rozi, az a szép nagy koca, kibicsaklott az lába, aztán mondták, meg kell bükni neki itt a nyakát, aztán mondta, Pistám sír, rít. Mondtuk, hogy hát, mi lesz vele, 2 napig ott sirattuk, aztán mondom neki Pistának, hanem Pista, az van-e neked elég szesztigyál? Ez az, legyen egy fesztivál. Félreértettük egymást, de hát ha már itt vagyunk, akkor Rozi, legyen jó termés. Hát lesznek ilyen fűszerek, ezek ám mindamilyen titkosak, ám a családi örökséget nem fecsegik úgy csak úgy ki. Aztán belekeverjük így a szívvel, szeretettel, még kenyérmorzsa is lesz benne nyomokba. Hogyha nagyon vadul vágjuk, akkor lehet még az asztalból is lesz benne darabka. Akadtak olyanok is, akik nem a győzelemért érkeztek Magyarországra a kolbásztöltőre. Bíró Ferenc, aki évekig szakácsként dolgozott, úgy nyilatkozott, hogy a hangulat volt a fő oka a nevezésének. Mi azért jelentkeztünk erre a versenyre, mert ilyen helyen még nem voltunk, ilyen műsorban, és most hallottuk, és hát mi nem azért jöttünk, hogy győzzünk, azért a társaság meg egy jó buli véget. Tulajdonképpen mi úgy csináljuk, mint a székelyek, mi nem adunk se köménymagot, semmi ilyen különleges vizét, hanem zsírba fogjuk sütni, külön zsírba süssük, ilyen piros zsírba, ami a székelyeknél van, ami hurka zsír, az át van dolgozva, és abba fogjuk elkészíteni a sülkolbászt. Voltak olyan versenyzők, akik különleges egyenruhát választottak maguknak. A kékfestő ruhába öltözött László Gáborné azt mondja, közösségi indítatásból döntöttek úgy, hogy elindulnak a versenyen. Mert majosiak vagyunk, meg egy jó kis móka, meg mit tudom én, úgy összevergődtünk, hogy szomszédok megkérdezték, hogy nevezek-e, hát mondom, egyedül biztos nem. És akkor szóltam a komáméknak, a másik komámék, és akkor így gondoltunk egyet, hogy mégis följövünk, és egy kicsit együtt leszünk. László Gáborné azt mondja, bár nem ők dolgoztak a tökéletes recepten, így is akad bőven tennivalójuk a versenyen. Darálni, akkor bármit, amit kell, megcsinálunk. Hát régen csináltunk ilyesmit, úgyhogy benne vagyunk a dologban, úgyhogy nem vagyunk egy elveszett emberkék, úgyhogy szerintem csak meg leszünk. A verseny főszervezője azt mondta, eleinte sokan nem hittek a versenyben, azonban reméli, hogy a kétkedőket sikerült meggyőzniük. A kolbásztöltő verseny ötlete 2019-ben fogalmazódott meg, amit idén sikerült is megvalósítani. Tavaly évben el voltunk kommandón egy disznóvágáson Kovászna megyébe, és ott egy baráti beszélgetés alapján arra jutottuk, hogy visszadozni kell a visszahívást az uraknak, és hogy szervezünk egy kolbásztöltő versenyt. A csapat létszámok, én számomra várt sikerre történt, sokan szkeptikusak és voltak, nem hittek bennem, de úgy néz ki, hogy összejött ez a 30 csapat. Számomra ez azt jelzi, hogy Bonyhád környéken egy nagyon szép összefogás van, összetartozás van, és meg lehet mozgatni a tömegeket télen-nyáron egyaránt, és szerencsére jöttek még hozzánk, belvidékről is, és meg Erdélyből is, ketten.